Boldogan mondókáznak a gyerekek az újonnan kialakított energetikailag is korszerű Kadarka utcai bölcsödében. A szekszárdi intézményt már nagyon várták a szülők, 30-an ugyanis az elmúlt 3 évben nem jutottak be a Kadarka utcai óvodán belül kialakított bölcsödei csoportba, mert nem volt hely, mondta az ünnepélyes átadón Horváth Erika intézményvezető. 120%-os föltöltöttséggel már évek óta, de ennél sokkal több igény mutatkozott, tehát az elmúlt években ilyen 50%-os túljelentkezésünk volt, akiket hát természetesen el kellett tanácsolnunk az intézményből. Ezért nagy öröm az, hogy most ez az épület 14 fővel működő csoportot fog majd működtetni. A 300 négyzetméteres energetikailag korszerű világítással, fűtéssel, napelemes rendszerrel felszerelt épületben szociális helyiségek, mosókonyha, melegítőkonyha, valamint több fürdőszoba is helyet kapott. Sőt, egy akadálymentesített parkolót is kialakítottak az épület mellett. A beruházás 130 millió forintból valósult meg, a TOP forráshoz a város önkormányzata több mint 75 millió forinttal járult hozzá, mondta Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Mindenféleképpen hiánypótló volt Szekszárdon, és én ígérem természetesen azt, hogyha ilyenfajta helyek bővítésére szükség lesz, akkor az önkormányzat mindig partner lesz abban, hogy a szekszári családok hétköznapjait ilyen fejlesztésekkel is könnyebbé tegyék. Ez egy folyamatnak egyébként az eredménye, hiszen az elmúlt években nagyon sok óvodai beruházás fejlesztést valósítottunk meg, ahol az óvodáskorú gyerekeknek a mindennapjait tettük jobbá és szebbé, most ezt folytatjuk a bölcsödei férőhelyek tekintetében. Szekszárd város vezetésének az óvodai fejlesztésekkel, bölcsöde építésével az a célja, hogy segítse a dolgozni akaró nők munkaerőpiacra való visszatérését.